Hello mindenkit, viccelek és az UVF. Azaz, unatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt egy újabb kis TF2 videó lenne, méghozzá az új beta pályákról. De ez nem egészen pontos, mivel ez az új játékmódról fog szólni. Ez pedig ez az új robot, valami nem tudom pontosan mi a neve igazából, csak most jöttem fel és most játszok először. A lényeg tehát az lenne, hogy feljöttem egy demo mennel, és egy demo menbe álltam. Ja, nekem most a pirosokat kell megoldani. Tudtam egyébként ide valaki még bejutott, én tudtam. Na, tehát, lényeg tehát az lenni nagy szavak, vagy nagy vonalakba elmondva, hogy igazából, mint látod, ugye megvan a két csapat, megvan a kis csapatmunka, megvan minden. A lényeg az, hogy be kell jutni az ellenfél spawnjához, mint úgy legtöbbször egyébként ez lenni is szokott. Ott pedig el kell pusztítani néhány robotot, és a végén pedig elhozni egy intelligenciát, mint például a zászlórablásos játékoknál. Úgyhogy ezt mindjárt be akarom nektek mutatni gyakorlatban, csak az be kell ugye jutni hozzájuk. Illetve egyébként nagyon-nagyon sokan már játszottak velem tegnap is, ugyanis feljöttem kicsikét TF2-zni, és egy csomóan rám csatlakoztak egy ilyen random Wolf szerverre, és tök jó kis hangulatban itt eljátszogattunk, úgyhogy ezt köszi szépen mindenkinek, aki itt vagy. De a lényeg az, hogy itt is vagyunk, úgy néz ki az ellenfél robotait már rég szétszedtük. Valamit, ami nagyon-nagyon épül, de úgy érzem, hogy ez felettünk van, jó, de nem tudok átlőni. Két igen, pont ott épül. Tudtam én. Na, a lényeg az, hogy itt is nőjük akkor az ellenfélnek a spawnjánál nagyjából. Végre én is elértem, de úgy látszik itt már nagyban tombolnak a csapat társaim. Így van egyébként. Eléggé sokan vannak már itt. És ott, mint látod, van egy ilyen picike kis, sőt ez már nem pici, ez már egy közepes méretű robot. Robot már van ennél egy nagyobb is egyébként. Azt hiszem, nem. Ez itt már a spawnjuk. Tehát van kisebb robot is, és ez pedig a nagyobb robot. Úgyhogy őket kell elpusztítani, egyébként egyiknek csak 170 valahány HP-je van, ennek pedig 500 volt, mint látható. Bár ebben nem vagyok biztos, lehet a másiknak is több van. Sőt, szerintem biztosan több van. Na, és nem sikerült eddig egyel se eltalálni. Mert mindenki is sikerülni. Itt pedig ugye lézerek, ez nem egy spy? Ilyen kis lézerek vannak, ugye ott egyébként hozzák is az intelligenciát. Neki kell ott most átjutni a lézerek, ami egyébként viszonylag könnyű. Fenébe. De csak meghalt vele. Na ide most szerintem le kellene plantani pár stickit, de nagyon jöjjenek be. Ja már valaki már ment is az intelligenciáját, akkor nekünk már nem nagyon kell ott úgymond berohanni. Azért ez mégis annyira egyszerű. Ne! Ne! Mit csináltam? Fenébe! Ja, hogy ja, jó helyen vagyok én, csak hogy ez direkt egy ilyen kis csapda úgymond, hogy csak is itt jöhessél ki. Na gyere, neked vízni kell az intelligenciát, ember. Most ezt akkor itt le fog kempelni? De szuper lesz, most komolyan mondom. Nem mondod egyébként, hogy most ez ide fog lekempelni. Vagy nem tudja, hogy nála van a cucc, hogy most mi? Na mindegy, hogyha most meghal, akkor én viszont elköthozzom. Egyébként megpróbálok itt én is átjutni. Még egyet és még egyet. Szóval egyébként nem nehéz itt átjönni minden esetre, tényleg megoldható szerintem. Most próbáltam elsőre, és hát nyilván ment is, mert amúgy tényleg nem nehéz. Összvisz annyi a baj, úgy látszik nagyon-nagyon könnyen lehet trollkodni ebben a játékban, amit látható is. Az ember ott áll az intelligenciánkkal, ami sajnos így, hát szar, mert most akkor az egész játék értelmét vesztette. Miért nem hozza ki? Direkt akar trollkodni, vagy nem tudom. Egyébként erről ezt elpusztítod a robotokat, bejutsz oda, utána pedig kihozod az intelligenciát, és ezt elviszed a spawnunkra, ez nem egy ellenfél? Ennyire gyorsan fut, akkor biztos nem. Tehát akkor itt most az egész játék most így igazából el lett cseszve. Itt meg hozzák a mi intelligenciánkat is, mert úgy, ők úgy látszik, nem hülyék. Úgyhogy akkor most ezt kell megvédjük, amúgy szerintem nem lesz egy túlságosan nehéz dolog ezt megvédeni. Lepantolok két oldalra. Oda is akar még egyet. És itt, hogyha átjönnek, akkor esküszöm, megdicsérem őket. Na, valaki hozza az intelligenciánkat, emberek. Hoppá. Szuper. Valamilyen módon úgy látszik eszükbe jutott, hogy ezt mégiscsak el kell hozni. Illetve amire én gondoltam, ami logikusabbnak tűnik az az, hogy minden bizonnyal az engineer meghalt, vagy a megölték, és végre egy okos ember kell az, aki kihozza. Két közben intelligenciánk, hogy elvitték, tudom, de most egyelőre ez fontosabb, hogy akkor mi elvigyük az övéket hamarabb. És nem kell foglalkozni most itt másit, egyébként az nem volt egy, de volt egy pyro. De az a miénk. Úgyhogy gyere hozzad. Ott egyébként ott van az ellenfél, mint látod, ők is itt már elvitték az intelligenciánkat. Mindenesetre ezt jól feltöltöm, és belövök egyet oda. Ez nem ment el addig, ameddig a... Ja, de ez velünk van, ember, ez csak itt védje a mi intelligenciánkat. Szuper, mondjuk itt már itt egyébként nem intelligenciánk nevezik, csak már annyira már megszoktam. Na, úgy látszik egyébként elesett a hordozónk, úgyhogy meg kellene keresnie
kis cuccat, a kis robotot. Itt tudják, ezért látod, támadnak is be. Ezeket itt most látszik, elintéztük ügyesen. Úgyhogy menjünk tovább. Azt nem mondja egyébként, hogy lehet még egyet el kell, hogy hozzunk. Most jön eszembe. Fú, basszus, hogy legközelebb dörög amúgy az ég, nem tudom. Ez nem biztos, ugye, biztos nem fog majd belehaladni a videóba. De itt közel rohadt nagy vihar van itt mellettem, itt kint. Úgy van mellettem. Jó, akkor ez úgy látszik most. Úgy látszik, ez most ilyen lesz. Na mindegy, én viszont nem akarok itt nagyon sétálgatni. Inkább gyorsabban megoldjuk itt a dolgokat, méghozzá pont jó helyre jöttünk. Így. Úgy látszik, pont nem arra mentem, én számítottam, úgyhogy ezt most alapvetően el is rontottam, de mindegy. Kedig ott vannak a robotok, nekik is úgy látszik 500 HP-ük van. Mert egyébként viszonylag hamar elpusztítható. Mármint tényleg nem kell itt sokat szórakozni. Viszont, ja, és már egyébként le is szedtük. Meghalt a scout is. Szóval ez eddig fantasztikus. Na, srácok, itt van akkor még egy pár robot, őket még le kell szedni, és ott lesz már a végén a jutalmunk, úgymond. Ez itt közben nagyon nagy menekülni akar, de nem fog tudni. Felkapjuk a kis részeiket, és ott van a mi, az a mi intelligenciánk? Ha ezt nem viheti be? Ne! Az nem a miénk volt? Fenébe. Ezt elrontottuk. Úgy látszik, ezt tényleg elrontottuk. Itt közben jól betöltünk, és megpróbáljuk elhozni az ő cuccát. Ott a krit az igen, az vétretlen volt. Srác, indulj, mert nem mondta megint ő az, aki trollkodni fog. Jó. Na, nekem igazából el kell egy medik. Szóval feltöltök. Ne! Bakker, mennyire sokan vannak, ez így nem lesz jó. És nem bírtam felvenni a HP-t. Á, most nagyon-nagyon be fogják védeni, az itt a baj. És egyébként egyáltalán nem játszunk csapatban, úgy látszik. 7-1-ből jövök, az nagyon jó, most haltam meg először. Szóval úgy látszik, sőt nem úgy látszik, hanem egyértelmű, hogy nagyon-nagyon nem játszunk itt csapatban. Mivel hát ez egy ilyen random wolf szerver, egyébként IP-t nem adok, mivel rengeteget lehet találni, és ez egy alapszerver. Mindegy. A lényeg pedig az, hogy azért úgy látszik, hogy nehezebb lesz a dolgunk. Még ugye random emberekkel vagyunk, random szerveren. És ők ugye úgy, mint én, hát egymástól külön játszunk, úgymond. Úgyhogy ugye ugyanaz a célunk, ugyanaz minden. Csak hogy így nem játszunk össze sajnos. De mindegy, hát ez nyilvánvaló. Most az a lényeg, hogy ezt itt elpusztítsuk. Két ez már lassan meg is fog halni, még egyet rálövünk. Pont kikerült egyébként, eléggé kiszámítatlanul mozog, ami úgymond nehezíti a dolgunkat. Úgyhogy nyilván egyébként ezért csinálja. És kaptunk egy fegyverforgatót, nagyon-nagyon jó. Na, és megvan az első medikünk, nem mondott, és pont én magyar. És pont a barátlistámról. Ez hogy került ide? Na mindegy. Már egy medikünk, ez már abszolút jó. Itt egy pályáról egyébként támadna. De nem fog tudni, mivel mit már meg akarjuk élni. És pont ráállt. Ne! Ne! Basztus, ez nők ügyes volt. Egyébként rohadt jól tolt, hogy vissza tudta érbleszteni az előtt cuccot. Habár jó, nyilván ez nem annyira nagyon... nagyon nagy mágia. De azért mégiscsak nem annyira egyszerű, amennyire az annak tűnik. Úgyhogy ja. Na, közben akkor úgy látszik, itt is vagyunk újra. Itt van a pályáról is újra. Ugyanaz a pályára egyébként úgy néz ki. Az igen, az közel volt. Megközel egyébként minket is követtek. És őt még el kellene kapni. Már nincs egyébként túl sok HP-ja. Oda átlőjük, biztos oda fog majd menni. Nem oda megy. Tovább ment. Ó, itt van az intelligencia. Jó, a srácok, most le kell egyet-kettőt plantolni. És ez így azt hiszem jó is. Már biztosan nem fogják elvinni. Illetve lehet, hogy felveszik, de... nem fogják tudni elmozdítani, mivel... Ó! Biztos, mi? Mi történt? Nem tudom, mi történt. Úgy látszik, hogy... ja nem, letelt az idő, mi? Elpusztították a robotokat, letelt az idő, és a többi. Biztos, na mindegy. És túléltem. Azaz. Jó, akkor szerintem kezdjünk bele még egyben nagyon-nagyon gyorsan. Annyira nem szeretnék... itt már hosszúba... vagyis hosszú videóba... bocsánatkozni, de... de ez van. Na mindegy, és már is majdnem megöltjük magunkat. Az szuper volt. Meddig létszi? Itt is egyébként a meddig. Egyébként szerintem kivágom ezt a felkészülési időt, mert... hát, hogy igazából nem feltétlenül vágom ki, mert addig is elbeszélem inkább itt a dolgokat. Szóval igen, egyébként majd lesznek újabb sapkasorsolások, ezt kérdeztétek. Elfogyottam eddig, miért sok magyarok vannak itt? Lehet régi alapján keresett, vagy én nem is tudom. Na mindegy. Tehát... akkor most mindjárt vége is lesz a felkészülésnek, és úgy meg fogunk indulni egy csatnak, mondjuk ezt túl hamar nyomtam el. De mindegy. Szóval még 10 másodperc, és már gyorsan támadunk is.
úgy 4-nél elkezdem majd feltölteni. Így, a stickimet, és mire kinyílik, ezt pont elnéztem, egy másodperc múlt. Szóval mire kinyílik ugye az ajtó, itt már lőttem is volna rájuk, ami most sikerült is igazából. Állj csak bele, nem állt bele fenébe. Kaptunk egy übert, srácok, indulj meg. Ott egy krites. Hát, ha esetleg azzal valamit elérünk, mert pont nem mentek bele. Itt még gyanítom egyébként nagyon, hogy itt be fognak építkezni, de nem építkeztek be. Lesz ő, majd lesz, de ezt tudjuk akkor itt én. Így ügyesen, nagyon-nagyon jó. Még egyet akkor. És ez meg is van, szép. Jó. Valami népként hirtelen meglepődtem, de úgy látszik minden oké. Szóval támadjunk tovább, tovább, tovább. Menjünk egyenesen előre. Így ezeket is szépen le kellene szedni. Ez megvan, és már mehetünk is azért ott. Azért bizony. Úgyhogy én szerintem... Ó, de építkeztek egyet. Nem, nem, nem lesz itt sokáig ember. Még tudom, most megkaptam egy übert, de ez sajnos nem elég, mivel ez csak egy quick fix és nem egy halhatatlanságos übert, csak annyi, hogy sok HP van és kész. De igazából ez nekünk nem okozott gondot, leszettük simán. És egyébként elvisztük is az azt a kis robotot, úgy néz ki, amire eddig nem is tud. Nem, még, nem, még csak most visszük. Az igen, rögtön ránk ütelt, Istenem. Ekkora szerencsét. Bár egyébként ugyanítom, hogy megivott valami. Mini krites kólát, vagy ilyesmi, bár pont hogy krites, nem, egyébként hülyeség, nem. De, de, biztos, mi előbb ugye azért ment el a sarok. Na mindegy, másnál csak itt azon múlik a dolog, minél gyorsabban visszaérjünk és el tudjuk hozni a célpontot, úgy mond. Szóval, most nagyon gyorsan oda kell ugye jutni. Úgyhogy most áldoztam egy kicsi HP-t is, bár ez túl sok lesz, azt hiszem. És hogyha végül is valaki meglömik, akkor meghalunk. Ha csak nem ott a medikünk, volt, meghalt. Ne, 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 ne. Ez így nem lesz jó. Az egyébként, mert nem ismerem a pályát, és nem tudom, hogy hol vannak HP pakkok. Itt egyébként valahol biztosan lesz, mert itt nagyon gyanúsnak tűnik nekem, hogy itt kell, hogy legyen. Mondjuk itt valahol. Na, azért csak lesz már valahol. Ott van bizony, méghozzá nagyobbik. Jó, ez akkor megvan. Megyünk is egyenesen előre. És egyébként még mindig ott van a kis robot, amit már hozhatnánk is. Ez pály. Ó, 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 ó. Szuper. Azt mondom, nagyon-nagyon könnyű lenne ott lebontani. Főleg egy demo mennel, nyilván nagyon-nagyon könnyű lenne. Csak hogy nem tudtam, hogy ott van, ezért azt is sajnos elrontottam. És a medik felé meglát minket, nagyon jó, hűséges kis medik. Habár lehet, hogy a quick fix miatt most le fog esni szegény. Nem, tökéletes ugrás, hajtottunk végre. 10 pont. Jó, szerintem akkor most menjünk is előre. Ők itt majd lefoglalják az ellenfeleket. Én addig besúnyulok ide az többihez. Ó. Jó, itt azért még vannak, még úgy látszik, még elég sokan. Egy párról kevesebb. És gyere csak ide, gyere csak ide. Gyere csak, onnan már nem fogsz kijönni, így. Egyszerűen leszedjük a robotot és meg a scoutot is. A robot még él, a scout meg már valószínűleg nem. Itt van még egy robotka. Őt is egyébként el lehetne kapni, már csak egy rövés, és meg is van. Jó, szerintem most a meglepetés kedvéért itt fent kellene betámadni. Először azért hozzuk, HP-t meg a mediknek hagytuk, bár nekül lesz, nem nagyon kell. És itt van még egy robot. És ez is azt hiszem, hogy meg is lesz így. Ott van egy utolsó robot, akit még le kellene gyűrni. És mehetünk is be az ellenfélhez. Jó, na még egyet. Na még, ott viszik közben a mi intelligenciánkat ember. És itt meg elvileg van egy sentry, nem? Már nincsen sentry. De most megint csak meghaltunk. És hát sajnos hülyeség volt meghalni. Na mindegy, úgy látszik, hogy annyira nem egyszerű azért ez a játék, tehát itt abszolút tényleg koncentrálni kell, egyszerre kell védeni és támadni, mint ugye a legtöbb ilyen zászlóar, vagyis az ilyen zászlóarablós játékban. Nem tudok már beszélni. Az egyébként már nem az első videó, amit ma felveszek. Volt egy másik meglepetés is, ha bár szerintem az hamarabb fent lesz, mint ez, de mindegy. Tehát, támadjunk és egyszerre védekezzünk is, ez a taktika. Csak hogy ez nem annyira egyszerű, mint annyira az hangzik, ugye? Főleg nem, hogyha nem csapatba játszol. Szóval ez sajnos egyébként tényleg nem annyira easy win dolog. De van egy überünk gyerekek. Szerintem hozhatnánk is akár ez az überrel az intelligenciát. És egyébként most már csak azért is annak fogom nevezni ebbe a videóba. Nyomd el, köszönöm szépen. Ez szuper, és mehetünk is be. Itt egy soldier, mégse. Ne menjetek be. Hanem majd akkor együtt ígyni. Lerohanjuk itt szépen őket. Ott volt egy crit. Spawn nem ment oda, de mindegy. Ezt szerintem le is plantoljuk oda, úgy néz, és mehetünk is befelé. Na srácok, eléggé gyorsan mozog, eléggé
Ne! Jó. Leplantolunk két oldalra. De nagyon jöjjenek be. Eddig ezt kimenekítjük. De bejött valaki, jó? Úgyhogy igen, egyébként most, mint látható, sajnos túl sokan voltak kint, és mint várható, be is támadtak. Úgyhogy itt pedig valaki meg akar minket ölni. Ne! Ez az, megvan! Jó, srácok, most indulhatnánk. Úgyhogy most nagyon-nagyon egyébként itt nagyon akciódús ez a játék. De még valaki, basszus, menjél már innen. Jó, most ezt szerintem le kellene onnan szedni valahogyan, így mondjuk. Sokan vannak, HP gyorsan. Jó, ez már velem van, oké, akkor srácok, most gyorsan előre, most nem. Most nem beszélek senkivel. Elnézést, de most nagyon-nagyon itt akció van. Jó, kint van a cucc. Mehetünk is. Ezt szerintem már vigyük is nagyon-nagyon gyorsan, innen hamarabb. Itt egy gyors kis... Ne! Gyorsan a vízbe! Oh, megvan a víz! Menj innen! Megvan, gyorsan! Jó, szuper szint, vagyis... Ne! Bakker! Annyira bepörögtem már, annyira nagyon-nagyon adta itt a játék, hogy hihetetlen is végül kimaradt. Jó, és srácok, szinte ez ennyi lett volna. A vége nagyon-nagyon vicces volt, pontosabban elég izgalmas volt, úgyhogy szerintem ez így méltó kis befejezés lesz. Tehát megköszönöm a figyelmeteket, ez lett volna mára. Tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot. Legközelebb találkozunk, addig is még. Sziasztok!